Bauhaus azt szerette volna, ha minden művészeti ág azonos súllyal egyként áthatja az emberek mindennapi életét. Tehát annak idején ez radikálisan újnak, újszerűnek számított. Azt is mondhatjuk, hogy az idő előtt jártak, időutasok voltak tulajdonképpen, ahogyan egyébként az avantgárd, ugye mint előörs, mindig egy picivel előrébb tart, mint mondjuk az átlag. Kortárs művészek alkotásai vannak többségben a kiállításon, de ezeket tematikus fókuszcsoportokba rendeztük, mégpedig olyan fókuszcsoportokba, amely témakörökkel, problémákkal a Bauhaus maga is foglalkozott. Ezt a makettet ezt azért készítettük, hogy jól láthatóan, szemléletesen bemutathassuk a Gömbszínház szerkezetét makett formájában. Sohasem valósult meg igazából, mégis mondjuk a Bauhaus gondolkodásának a lenyomata vagy modellje, makettje tud lenni. Lehet játékformája is a kortárs alkotók számára, akik úgy gondolták, hogy a kockaház lehetett valamilyen formában az ős forrása a magyar kockának, vagyis a Kádár kockának. Nagyon érdekes, ugye, hogy nem fehér háttérre festett a művész, hanem fekete háttérre. Fehér ragyogását, tisztaságát azon nyomban a ráfestett szín koszossá vagy kevésbé fénytelivé teszi, míg a fekete háttérre festett színes sávok pedig az ő felfogása szerint ragyognak. Bauhaus tanárai, diákjai és az ott dolgozó festőművészek is. Jovanovics Tamás is a színelmélet, a szín festészeti viselkedésének a mélyére szeretne hatolni ezekkel a festményekkel és ezekkel a munkákkal.